8 óra van, ez a híradó az M1-en. Köszöntöm nézőinket, Ábrahám Viola vagyok. A kormány meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, ezt a kormányzati tájékoztatási központ közölte. Kiemelték, idén már 162 ezer hatásértőt tartóztattak fel, 100 ezerrel többet, mint tavaly ilyenkor. Továbbá kétszer annyi embercsempészt fogtak el, mint 2021-ben. Hangsúlyozták, a magyar kormány továbbra is nyílt és egyértelmű bevándorláspolitikát folytat, fenntartjuk a határkerítést, biztosítjuk a határvédelmet, és a brüsszeli vitánkban is azt a határozott álláspontot képviseljük, hogy visszautasítjuk a migránsok betelepítését. Európát és Magyarországot meg kell védeni a tömeges bevándorlástól. Meghosszabbítják a görög-török határkerítést, jelentette be az aténi kormány polgári védelemért felelős minisztere. Görögország még 2012-ben kezdte el a betonkerítés építését az Evrosz folyóvölgyében. A jelenleg 40 km hosszú, szöges dróttal kiegészített akadályt most 140 km-rel megtoldják. És a határvédelmi rendszert is fejlesztik. Erre a fokozódó migrációs nyomás miatt van szükség a miniszter szerint. Augusztusban mintegy 50 ezeren próbáltak illegális úton belépni az unió területére Törökország felől. Hivatalosan is Liz Truss lett az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután II. Erzsébet királynő, Boris Johnson eddigi miniszterelnök távozása után megbízta őt a kormányalakítással. Liz Truss már elkezdte az új kormány tagjainak meghallgatását. Nagy-Britannia harmadik női kormányfője nehéz időszakban lép hivatalba, a Szigetország ugyanis súlyos energiaválsággal és gyorsan növekvő inflációval küzd. Nincs könnyű helyzetben az új brit miniszterelnök, hiszen több válságot is egyszerre kell kezelnie, mondta a közmédia londoni tudósítója. Curtis Robert kiemelte, a legnagyobb kihívást a megemelkedett energiaárak okozta, megélhetési válság jelenti. Hozzátette, szintén fontos feladat lesz az új kormány iránti bizalom megteremtése. Elképzelhető egy olyan intézkedés, és ez a héten már ki fog derülni, amelynek alapján a kormány a következő 18 hónapra befagyasztja a jelenlegi szintek környékén a lakossági energiahordozó árakat, és a nagyüzemi ellátók ebből eredő esetleges veszteségeit egy olyan hitelkonstrukcióval kompenzálná, amely 10-20 évre szól, alacsony kamatozású és kormánygaranciát élvez. Tehát egy nagyon nagyszabású támogatási terv körvonalai látszanak, amelyeket Liz Truss, az új miniszterelnök várhatóan csütörtökön vagy pénteken fog bejelenteni. 41 ezer Pfizer vakcinát adományozott a magyar kormány Kárpátaljának, az oltóanyag már meg is érkezett Ungvárra. Kárpátaljának minden segítség jöjjön, a világjárvány következményeivel úgy kell megküzdeniük, hogy közben a háború is sújtja az ott élőket. Ebben a kis teherautóban érkezett meg Magyarország újabb humanitárius segélye Ungvárra. A 41 ezer Pfizer felnőtt koronavírus elleni oltóanyag értéke 325 millió forint. Ez a szállítmány nagyon fontos számunkra, hangsúlyozta köszönő beszédében Viktor Mikita. A kormányzó kiemelte, ezeknek a vakcináknak a segítségével jelentősen növelhető a lakosság átoltottsága. Kárpátalján időszaktól függően 200 és 400 ezer között mozog az ideiglenesen áttelepültek száma. Azt tapasztaljuk, hogy egy részük nincs beoltva. Magyarországnak köszönhetően ők is megkaphatják a vakcinát, és persze növelni tudjuk Kárpátalja lakosságának az átoltottsági szintjét is, fogalmazott a megye vezetője. A vakcinákat Ungvárról osztják szét egészségügyi intézményeknek. Erről már a külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Szijjártó Péter azt mondta, Kárpátalja most egy hármas nyomás alatt áll. Az Ukrajnában zajló háború miatt belső menekültek tízezreit kell ellátni. Másrészt sok kárpátaljai is részt vesz a háborúban, az ő ápolásuk is fontos feladat, és a világjárvány következményeivel is szembe kell nézniük. Magyarország továbbra is a békében érdekelt, szomszédos országként nyilvánvalóan minket a háború következményei, mint gazdasági, mint energiaellátási, mint biztonsági, mint humanitárius szempontból sokkal súlyosabban érintenek, mint a kontinens többi részét, de reméljük,
reméljük, hogy Európa egésze egy idő után csak be fogja látni, hogy a háborút eszkaláló, a háború elhúzódásával járó intézkedések helyett végre a békére kellene koncentrálni. Mi így teszünk, és most ma újabb segítséget nyújtunk Kárpátaljának. A Magyar Református Szeretetszolgálat is segíti Ukrajnát a háború első napjától kezdve. Miután az ukrán törvények kötelezővé tették az oktatási, valamint a szociális intézmények számára a rakétatámadás elleni óvóhelyek kialakítását, ezért a hazai reformátusok 81 millió forintot nyújtottak a Kárpátaljai Református Egyházkerület részére. Teljesen egyértelmű volt, hogy ahhoz, hogy szeptember 1-től az iskolák el tudjanak indulni, ehhez szükséges az óvóhelyek kialakítása, ezért Püspök úrral azt beszéltük meg, hogy a szeretetszolgálat támogatni fogja valamely líceum esetében ezek kialakítását, összesen 81 millió forint támogatást biztosítottunk erre. Az elmúlt fél évben már több mint 675 tonna adománnyal segített a szeretetszolgálat Ukrajnában. Ennek nagyobb része, több mint 418 tonna, közvetlenül Kárpátaljára került, melyek között tartós élelmiszerek, egészségügyi felszerelések, tanszerek és vetőmagok egyaránt szerepeltek. Tragikus baleset történt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Öt ember, köztük egy 13 éves kislány vesztette életét abban a közúti balesetben, ami tegnap este történt a 37-es főúton Szerencs közelében. A felújítás alatt álló útszakaszon két autó frontálisan ütközött, a járművek szinte felismerhetetlenségig összetörtek. A helyszínre mentők is érkeztek, azonban már nem tudtak segíteni. Elsődleges információk szerint a valószínűleg vétkes sofőr egyedül utazott, a vétlen autóban pedig négyen ültek. Egy személygépkocsi vezetője Szerencs irányából tartott Miskolc felé, amikor is a sofőr jelentősen túllépte a sebességhatárt, ennek következtében átsodoródott a szemközti forgalmi sávba, és neki ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő személygépkocsinak. Az autóban négyen ültek. A halálos közúti közlekedési balesetben öten vesztették a helyszínen az életüket. Súlyos baleset történt a Békés megyei Vésztőnél is. Ketten a helyszínen meghaltak, hárman pedig súlyosan megsérültek, amikor két személygépkocsi ütközött össze. Több sérültet a tűzoltók szabadítottak ki a járművekből. Halálos baleset történt kedden este Vésztő és Körösújfalu között. Két személyautó ütközött össze, ahol is ketten életüket vesztették. Egy 42 éves komádi férfi és egy 60 éves komádi nő halt meg a balesetben, hárman pedig súlyosan megsérültek. Izrael nem indít büntető eljárást a Cisjordániában megölt palesztin újságíró halála ügyében, közölték az izraeli védelmi erők, miután ismertették vizsgálatuk eredményét. Eszerint a palesztin területén dolgozó Sharim Abu Akleh halálát nagy valószínűség szerint egy izraeli katona okozhatta. Az újságíró a Jeddah menekültáborból tudósított, amikor egy tűzharcban fejbe lőtték. Izrael először a palesztinokat okolta a haláláért, annak ellenére, hogy ezt a helyszínen készült felvételek és a szemtanúk beszámolói is cáfolták. Végül amerikai nyomásra vizsgálatot indítottak, amelynek eredményét most hozták nyilvánosságra. Már két halálos áldozatot követelt az a kaliforniai tűz, amely még hétfő éjjel lobbant fel Los Angeles közelében. A lángok azóta már több mint 4000 hektárt emésztettek fel. A hatóságok szerint több száz családot kellett kitelepíteni otthonából. Kaliforniában két hete küzdenek a szélsőséges forrósággal, Sacramento belvárosában 47 Celsius fokos hőséget mértek. A folyamatosan működő klímaberendezések pedig túlterhelik az elektromos hálózatot, a szolgáltatók szerint áramkimaradásokra kell számítani a térségben. Kiszabadult az állatkertből és sétára indult Harkiv utcáin egy csimpánz. Kikit az állatkert egyik gondozója találta meg a kelet-ukrajnai nagyváros főterén, de az emberszabású sokáig nem állt kötélnek. Végül mégis hagyta magát, de csak azután, hogy a gondozója ráadta a kedvenc sárga színű esőkabátját. Kiki a háború kitöréséig egy másik állatkert lakója volt, ám onnan költöznie kellett, miután az állatparkot orosz támadás érte.